Rangadó várt az Avus korosztályos vízilabda csapatára a hétvégén. Az országos ifjúsági bajnokság 11. fordulóját megelőzően a házigazda Aligátorok és az OSC Újbuda is 2-2 győzelmet számlált. Ráadásul mindkét oldalon akadtak pólósok, akik a felnőttek között is rendre bizonyíthatnak. Nem tudni, hogy a nagy tét vagy a sorozatterhelés miatt, de visszafogottan kezdte a találkozót a vasi együttes. Védekezésben és támadásban sem sikerült megvalósítani Cufán Norbert vezetőedző elképzeléseit. A harmadik negyedben nagy rohamozásba kezdett az Avus, az újbudai kapu előtt jó érzékkel fejezték be az akciókat. Úgy tűnt, sikerült megfordítani az állást is, azonban az utolsó felvonásra teljesen összeomlott a vasi védekezés. A záró negyedet 5-1-re, a találkozót pedig 12-7-re veszített el a szombathelyi együttes. A meccs előtt sokat beszéltünk a srácokkal fönn a megbeszélésen. Rangadót vártam, nagyon sok hiányzója van az OSC-nek. Picit titkon azért úgy mondom, hogy nyerni akartunk, talán még azt mondom, hogy esélyesebbek is voltunk. És nagyon ritka az ilyen, hogy itt a szombathelyi ifi csapat, hogy ki lehet jelenteni, hogy esélyesen mondjuk egy mérkőzésen. Ezt nagyon nem sikerült elviselni egy-két embernek, vagy akár a csapat felének, a húzó emberek. Nem a tudásuknak megfelelően játszottak, talán az is, hogy nagy volt a tét. De az, hogy 5 góllal kikapjunk, ezt álmomban nem gondoltam volna. A vereség dacára akadtak bíztató periódusok a találkozón, amelyre építhet a szakmai stáb. A hibák kijavítására már szombaton kísérletet tehetnek az Aligátorok, akik a pécsi sportiskola vendégeként szállhatnak medencébe, az Abay Nemes Oszkár sportuszodában. A felnőtt csapat az OB1B-ben szombaton hazai közönség előtt gyarapíthatja pontjainak számát az Esterházy SC ellen.